Az ünnepi emlékévre íródott az a fanfár, amellyel kezdetét vette a díszközgyűlés a Városháza nagy tanács termében, ezzel pedig hivatalosan is megkezdődött az egész éven át tartó programsorozat. Az emlékévet Szent István halálának 975. évfordulója és az 1938-as augusztus 20-át az államalapítás ünnepévé nyilvánító Székesfehérvári országgyűlés 75. évfordulója alkalmából rendezik meg. Csak kevés ember tekint vissza a múltba. A 2013-as emlékbizottság elnöke Csurgai Horváth József köszöntőjében kiemelte, a múlt eseményeinek ismerete kötelessége a fehérváriaknak. A 2013-as Szent István emlékévet ezennel hivatalosan is megnyitott. A fehérváriak büszkék arra, hogy városuk a magyar nemzet történelmi fővárosa, Szent István városa, mondta Cserpalkovics András polgármester. A történelmi emlékévre rengeteg programmal készül Székesfehérvár. Nagyon sok remélhetőleg színes, szép program várja a fehérváriakat, vagy a fehérvárra érkezőket 2013-ban. Fiatalokat, idősebbeket, komolyabb vagy éppen könnyedebb programok tekintetében is méltó módon kíván ezekre a szép évfordulókra emlékezni Székesfehérvár városa. A közgyűlést követően a Romkert melletti Pipó toronynál Kövér László köszöntötte az ünnepi emlékévet és avatta fel a nemzeti emlékhelyet jelző oszlopot. Az országgyűlés elnöke úgy véli, Székesfehérvár ma is hazánk egyik legjelentősebb városa. Nem csak egy történelmi városról van szó, nem csak arról van szó, hogy tulajdonképpen a magyar állam, ha szigorúan veszük, akkor innen indult, innen fejlődött ki, hanem arról is, hogy Székesfehérvár ma is Magyarország egyik legfontosabb gazdasági centruma, egy legfontosabb kulturális centruma. Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy Magyarország más hasonló nagyságú városai lennének hasonlóan fontosak, csak mégis van egy történet adta specialitása, különbsége ennek a városnak, amire méltán lehet büszke, és mi meg méltán lehetünk büszkék mindarra, ami Székesfehérvár az elmúlt az eresztendőben történt. Szent István király sírján elzárult a program, a Romkertben több száz középiskolás diák adott elő részleteket István király Imre herceghez intézett intelmeiből. Az emlékév keretében számos országos és nemzetközi program színhelye lesz az egykori koronázóváros. A rendezvények egész évben zajlanak, a programsorozat december végén emlékesttel fejeződik be.